egyetlen olyan aktív eutanáziát megengedő szabályozás, gyakorlat sem létezik, ahol könnyű és gyors lenne erre engedélyt kapni. Sőt, a kérelmek túlnyomó többségét el szokták utasítani, mert ki szokott derülni, hogy például még nem merítették ki a fájdalomcsillapítás minden lehetőségét. A holland adatok szerint például csak mintegy 10-ből 3 aktív eutanázia kérvénynek tettek eleget. Az elutasított esetek jelentős hányadában, mintegy harmadában voltak még alternatívák a szenvedés enyhítésére. Az elutasítások másik vezető indoka az volt, hogy a beteg depressziós volt, vagy más pszichiátriai problémákkal küzdött. Ezekben az esetekben az orvos más lépéseket tett a beteg szenvedésének enyhítésére. A számok tehát azt mutatják, megfelelő szabályozás mellett nem lehet indokolatlan a szabad életvégi döntés engedélyezése. És mi a Párbeszéd zöldek is csak olyan szigorú szabályozás mellett tudjuk támogatni a szabad életvégi döntések magyar jogrendbe illesztését, amely kizárja, hogy ezzel a jogintézménnyel visszaéljenek.